Na, hello, sziasztok! Na, mondom, megcsinálom ezt a pizzát, mondom, eszem egy kicsit, és arra gondoltam, hogy kicsit beszélek róla, hogy én hogy szeretem a pizzát. Nézd meg, hogy milyen vékony a tészta, én így szerettem, nem szeretem ezt a vastag tésztát. Vékony tészta, tényleg könnyű legyen, egészen jól néz ki, nézd meg, tényleg jól néz ki. Én ezt szeretem, és azt szeretem, hogy még ropog a, én szeretem, hogyha ropog itt az oldala, az jól meg van sütve. Amit nem szeretek, de azt nem tudom, sokan szereti, de én nem, mikor a sajttól ázik a tészta, megsült, a maga pizza tészta, és a sajt miatt elázik a tészta, és annál rosszabb szerintem nincsen, bármilyen is szereted az a sajtot, de amikor elázott tésztát teszel, nincs annál rosszabb, ezért nem szeretem, hogyha ilyen csomó sajtot tesznek rá, én így szeretem ilyen kis szolidan, ilyen visszafogottan, mert ez tényleg így a jó, én szerintem nekem így ízlik, nem tudom, hogy neked hogy ízlik, vagy mi az elvárásod egy pizzától, hát nekem ez, és ez elég hiszen vékony, és az a Lidlibe, nem ezt az Aldi, nem, ezt a nap az Aldiba vettem, és teljesen jó, úgyhogy megnézzük milyen lesz a megsült, mert be is rakom. Na Pajtika, mi készül a pizza, kicsi szívem, mondd el, hogy ma mit szeretnél csinálni. Mit szeretnél csinálni seggeddel, testeddel? Menjünk sétálni, túrázni? Megeszem a pizzát, mit csinálunk együtt? Szép szerelmem. Mi? Szép vagy, királyfi. Szép vagy, tököd faszod, enyém. Mi? Vagy ki? Jó van, most már nagyon szeretsz engem. Megeszem a pizzát és megyünk sétálni, jó? Jó? Testeddel? Mehetünk? De szép vagy. Na szóval megsült a pizzánk, mindjárt mutatom, csak keresem a... Van nekem egy ilyen... Lehet, hogy csak volt. De van ilyen pizzavágom, és ez nagyon jó. Jó. És kés is kell. Jaj, nem férünk el, na várjál. Akkor átrakom a tányérre, és akkor mondom. Kell nekünk még egy valami ilyesmi. Hoppá. Na. Úgy nagyon néz ki egyébként, nagyon, nagyon baszó. Ide rárakjuk, mert ezt meg elrakjuk a mosogatóba. Mi kell? Még kell egy konyhaval. Hova raktam a konyhalvát? Na mindegy, jó, hogy vettem még, aztán akkor előveszünk egy újat, aztán két hét múlva megkeressük, mert már nem találok. Általában így van mindig, mindegy. Na, ezt így most nyitva hagyjuk, ne égjen el. Amit most, úristen, pár hónapja csinálom ezt a szokásban, nem tudom, ketchupot. Eddig mindig, amikor valaki ketchuppal lett és nyomta rá a pizzára a ketchupot, gusztustalanul tartottam. Most már egyébként én is megeszem így, mert tényleg jó ízt ad hozzá, de tudod, mikor nem jó? Mikor nagyon sok pizzéria telekúrja ilyen paradicsomos szószal, pedig azt enyhén, szépen, lazán kell, én nem tudom, én nem szeretem ezt a paprikás alapot, alapból a savamat is felnyomja, és akkor jó, de amikor tocsog rajta, akkor nem kell ketchup, mert akkor olyan nem illik össze az íz, nem jön össze, nem, szerintem annyi, hogy paradicsom pürét teszek meg ketchupot, nem tudom, nekem ez így nem jön át, de úgy jó, hogyha ilyen vékonyan van alapja, és akkor ketchuppal lehet tenni. Na, amit még én nem ennék meg a pizzámból, az a ananászos, gyerekek, azt hogy tudják megenni az emberek? Hogy bírják megenni az ananászos? Nagyon nem szeretem, úristen, nem. Azt én mindig nézem az embereket, és olyan jó ízűen eszik, én nem tudnám megenni. Nem. Annyira, nem tudom, fura. Én amit szeretek pizza, az a magyaros, most már elmentem én is ilyen magyar gázó felé, játszom itt a mozét, de szeretem ezeket a kis penótosokat, túrósat, vagy útúrósat is meg szokták dobálni a kék sajttal, szoktam ilyent látni. Ezeket a különleges pizzákat szeretem kóstolgatni, de ami nagyon favorit, és tényleg az mindig, a magyaros pizza. Én egy olyan srác, akik nagyon szerettem a magyar konyhát, imádom a magyar konyhát, annyira jó fűszer ez a magyar konyha, vagy akár a romáknál, ahol a romák, úris, nagyon jó, nagyon fúlos kajánkat csinálnak, szerintem jó főznek a magyarok. Jó, jól, nagyon sok helyen, hogyha megyek vendégségbe,
akkor így nézem, mama, nagymama, anyukák hogy főznek, és szerintem Magyarországon jól főznek a nők. Ausztriában szerintem kevésbé. Vagy legalábbis nem tudnak főzni, mert ugye mondjuk én hüttében voltam, akkor ugye nagyon sok... Várjátok, ezt nem is... Így kell. Na, fölvágtam. És akkor megmutatom, milyen lett. Ja, és egyébként, amit el kell mondjam nektek, hogy a pizzát, az az igazság, hogy én késsebb villával eszem. Nem szerettem, hogyha... ez kicsit fölrázkodott. Na jó. Hopp, hopp, kell egy konyharú. Nem, Szilvián, van Szilvián. Na, hát se tudom, mit akartam mondani. Nem mindegy. És így... Ja, kisebb villába szoktam menni. Nem szerettem, úr is, nagyon nem szerettem, hogyha hozzá kell írni, és ilyen nagyon zsíros lesz az zsíros lesz az ujjam, és nem szerettem, úgy érzem, hogy tudod, hogy érzem magam? Nagyon úr is, van annyi ketchup sárgaim vannak, tiszta bolond vagyok, hogy nem szerettem, hogyha nagyon zsíros és ilyen mocskos a kezem, ha megyek bárhova utazom, akkor nekem azonnal utána a kezet kell mosni, hogy mocskosnak érzem, és az ételektől is van ilyen, a gyrosz nem, úristen, a gyrosz, tudod, hogy eszed? A gyrosz csúszik minden össze, pont ezért sose veszek gyroszt, ez az egy, na, én azért nem szeretek ételeket, mert, nem, mert éppen nem tetszik a fogása, meg nem tetszik, hogy szétcsúszik, de biztos, hogy finom a gyrosz, hogy nem szeretem. Na. Mutatom. Jól meg van pirulva, én ezt szeretem. Na, úgyhogy igen, én sem tudom amúgy mit hordtam itt össze, most nektek így beszélgettem a pizzáról. Lehet, hogy nem is vagytok rá erre kíváncsi ilyen kis szokásaimról, de mondom, hogy akkor megbeszélem így magammal, maximum fönnmarad, aztán visszanézem egy 5 év múlva, milyen dinkó voltam, diló vagy, egyre hülyébb vagyok már egyébként. Na, elköszönök, sziasztok!